énekelni szerettem. Egy pop iskolába jártam 13 éves koromtól kezdve, és ebben a pop iskolában tanultam mindenféle popdallamokat, és azok között is azok tetszettek, amik valahogy a világzene felé közelítettek. Majd elmentem magánéneket tanulni Márton Ágnes tanárnőhöz, és ott is azok a darabok, inkább a népdalfeldolgozások érintettek meg, valamiért ez vonzott engem. Bogata sami mam svega, još da mi je ljubit njega, da savije svakog sata bele ruke oko vrata. Hej, željo pusta. Ez a dal, ez a szülőfalumból, Szigetcsépről származik. Egyébként pedig egy özvegyasszonyról szól. Ez egy ilyen szenvedélyes panasz az özvegyasszony szempontjából. Azokat a dalokat szeretem, amik nagyon érzelmesek szerintem minden énekes, hiszen abban lehet igazán kiénekelni akár azokat a hangokat is, amik érzelem nélkül nem jönnek ki. A Balkánon minden dal az gyakorlatilag egy kerek történet, nem csak a balladák. Besics Branka érzelmessége, szenvedélyessége és a népdalok iránti szeretete is egy kis településről, Szigetcsépről jön. Ezt mutatta meg első albumán is, nem véletlen lett Moj Csip, az én csépem a címe. Itt tudok a gyökereimmel bemutatkozni azzal, hogy ki vagyok én, és már azok a motivumok is benne vannak, hogy én hova tartok. Számomra most a legfontosabb az én csépem formáció, hiszen ezzel készülünk egy koncertre, ami február 21-én lesz a Műpában. Azokat a zenészeket kapcsoltam össze, akikkel eddig különböző formációkban együtt zenéltünk, mint például a legrégebbi zenekarom, a Právó, a Zűrös Banda, és hát van a saját kis duóm, trióm, ahol szintén a György Misi például a Branka triónak az egyik tagja, és hát a fő-fő oszlopom Vertetic Slobodán, akivel duónk is van, ő az, aki szinte az összes formációban jelen van, illetve az összes olyan formációban, amit én indítottam útjára. Branka mindenképp szeretné megismertetni a közönséggel a szélesebb körű szórakoztató muzsikálást, azt, aminek Szerbiában egyértelmű hagyományaira bukkant. A balkáni világzene az elég töretlenül sikeres. És egyébként pont jó, hogy itt vagyunk, mert volt itt egyszer egy búcsú gyerekkori emlék nekem itt Szentendréről. Itt szoktak lenni augusztus 19-én a templomi búcsú, és egyszer csak teljesen meglepetésszerűen, még a régi gát volt itt, a magas gát, megjelentek a gáton a Bobán Márkovicsék nagy trombita szóval a buli tetőpontján, úgyhogy én ott az első ilyen élményem velük kapcsolatban az pontosan ez, és aztán hát ugyanez a buli élmény és ugyanez az energia fönt a színpadon, amikor az ember elől áll, és mégiscsak egy érzékeny, törékeny nő, és mégis úgy kísérik ezekkel a nagy robosztus hangszerekkel és hangzással, mint hogyha egy szőnyegen lenne. Én egy picit arra törekszem, hogy egy másfajta megközelítést is megismerjenek az emberek, egy finomabb, akusztikusabb hangzását. Egyébként a Dzsumbusszal is ezt csináljuk, és a Szlobival való duómban is, hogy egy picit a kávéházi zenei kultúra, ami ott ugye eléggé jelen van, akár ilyen kisebb terekben is, mint ahol most vagyunk itt Szentendrén. Dalai lenyomatok, amelyek tükrözik a szülei, a szerb közösség iránti tiszteletet. A népdalok történetei szerinte nem állnak tőlünk távol, és ezeket az üzeneteket szeretné átadni a mai közönségnek is. Számára ma is fontos, hogy a népek a zene által testvérekké válhatnak. Folyamatosan kutat, keres, inspirációk irányítják, vagyis Branka, ahogy ő fogalmaz, dalait repteti, vagy néha a fészkükben hagyja. Ljubim usta.